Magyar gólokban gazdag jó estét kívánok! Hamarosan elkezdődik a Magyarország-Svájc összecsapás, és hát ez ugye az FVP, a magyar válogatott első mérkőzése, és néhány infót azért igazából erről a selejtező sorozatról én elmondanék. 18 darab csapat, illetve nemzetiség regisztrált. Gyorsan végig is megyek igazából ezeken. Belgium, Marokkó, Törökország, Franciaország, Portugália, Algéria, Dánia, Svájc, Tunézia, Oroszország, Egyiptom, Lengyelország, Németország, Szenegál, Irak, Líbia, ésából szerintem ez a dél-afrikai köztársaság lehet. KSA. Rákeresek, hogy ez mi lehet, és természetesen ugye Szaúd-Arábia, igen. Akkor majdnem. Is, csak egy picit jöttem mellém. Szóval Szaúd-Arábia, tehát a 18. csapat. Nagyon fontos azt tudni, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen besorolós sorozat lesz, már pedig ugye a mérkőzések után járó pontok alapján fogják majd az egyes válogatottakat. Tulajdonképpen olyan, mintha csoportokra lennénk osztva, csak itt van egy nagy csoport, és a 17 ellenfél az mindenki játszik mindenki ellen, és ugye egy dupla mérkőzést, majd így alakul ki, hogy ezából ki melyik alapba fog kerülni a világbajnokságon. Elvileg az utolsó két csapat az kiesik, és így 16 csapatos lesz majd a EB. Adok egy linket nektek közben. Itt igazából tudtok kevés információt szerezni, hogy ől is szól igazából a világbajnokság. Illetve ne felejtsétek el, hogy volt nem is olyan rég egy Európa-bajnokság, ahol a magyarok ugye a legjobb 16-ig jutottak, a lengyelek ellen estek ki. Viszont az az IFVP a magyar válogatott volt, tehát ez most egy másik világbajnokságot mi most követni fogunk. Ugye nagyon fontos, hogy lezajlott az első magyar bajnokság, és ugye azt a New Hungary nyerte, de nem is olyan rég, az kicsit több, mint egy órája. A magyar kupa döntőt is láthattátok, azt is a New Hungary nyerte, ugye a Juve Real Hun ellen, és hát ugye igazából szerintem nem meglepetés, hogy a New Hungary játékosai hát szép számmal megtalálhatók ebben a válogatottban, tehát ők adják a gerincét, illetve az 1860 kisfres csapatából is vannak itt szép számmal, de igazából nagyon sok csapatból találhatunk igazából itt játékost, Kello Team, Juve Real Hunból is, Mennyei megyei csapatából is, a Sun City FC-ből, Hund FC, szóval azért elég sok klubcsapathoz eljutott ugye a meghívó, és nagyjából én fel is sorolnám, nem tudom, hogy mennyire lesz majd így számotokra igazából érthető, de mégis a játékosok igazából B. Norbert 7, ő lesz majd az egyik védőnk, illetve most ez a teljes csapat, csak hogy mégis képet kapjunk, illetve nekem itt van egy előzetes összeállításunk, inkább lehet, hogy azt mondom el, mert elképzelhető egy Gangster Norbi, Eger, Balika, Sasi, Tóra Mohácsi, Zoli, Badala, Pedro, Dávid és Karika 16-os felállásunk is. Illetve egy Binder, Norbi, Eger, Balika, Girafon, Feri, Insó, Sasi, Pedro, Dávid és Karika. 11 is. Ezek közül fognak majd választani. És hát az is lehet, hogy ugye a két mérkőzés az két szerkezetet is jelent, vagyis inkább úgy mondanám, hogy két kezdő 11-et, ez majd kiderül. Van itt egy elég szép felkészülési időszak. Mert ugye azért a srácok nagyban gyakoroltak.
Többek között Svájccal is játszottunk, és az az igazság, hogy hazai pályán kikaptunk 1-0-ra, de idegenben 2-1-re nyerni tudtunk, tehát összességében ugye jól sült el az a mérkőzés. Algériát igazából... Hát ez egy nehéz mérkőzés volt, 2-2 után egy 6-0-ás vereség, de az összes többi mérkőzésünk az igazából szoros volt, és legtöbbször mi jöttünk ki belőle jól. A törököket odavisz, illetve bocsánat, nem törököket, én nem a törököktől is kaptunk 2-1-re mind a kétszer, megzavart. De ezen kívül Svájc ellen, Szenegál ellen, majd volt egy törökországi visszavágó, ahol tudtunk nyerni, Portugália ellen is remekül helytáltunk, Egyiptom ellen is igazából ütésben tudtunk nyerni, hogy úgyhogy mindenképp ugye azt hiszem, hogy a felkészülés az viszonylag jó sikerült. Majd időközben a játékosokkal is megbarátkozunk. Lassan most már gyülekeznek igazából. Remélhetőleg a svájciak is itt vannak, és akkor minden készen állhat majd. Egy 3-4-3-as felállást vázoltak föl itt a mérkőzés előtt. Ugye nem ez volt az eddigi jellemző, inkább a 4-1-2-1-2, ugye, ami igazából sokszor szokott működni. Talán az a legmasszívabb, meg az a legelterjedtebb jelenleg. A 3-4-3, azért maradjunk annyiban, hogy ott a középpálya az, ami igazság szerint nagyon fontos része lesz majd a játékunknak. Két szélső emberkének majd rengeteget kell futnia, akár hogyha támadásokról van szó, és akár hogyha kezésről természetesen. Azt nézem, hogy hát igen, azért itt még több magyar játékosra várunk, meg szerint. Karikára érdemes lesz odafigyelni, már nem csak azért, mert ugye a felkészülési mérkőzések során is elég sok gólt szerzett, sőt, ő szerezte a legtöbbet, hanem mert például eldöntötte a nem egész egy órája lezajlott magyar kupa mérkőzést is, és hát ugye hát ugye a magyar bajnokságban is az egyik legtöbb gól szerezte. Nincsen még ugye egy lejátszott mérkőzése, mint itt azt nézem, hogy egyelőre mindenki nulla pontos. Hát nagyjából mi kezdjük meg, nyitjuk meg ezt a selejtező sorozatot. És hát ugye ki ne emlékezne már természetesen, aki látta. Egy nagyon fájó mérkőzés volt a lengyelek ellen, ugye, hogy egy borzasztóan jó első félidő után ából végül egy könnyed lengyel siker lett, és szerintem többen, mint ahogy én is, többenten álltunk, vagy ültünk a mérkőzés után, hogy na vajon ilyen pálfordulatot, vagy ilyesfajta különbséget fél idők meg meccsek között hogy sikerülhet összehozni. Bízzunk egy jobb folytatásba. Elvileg az előjelek jók, Svájccal, ából ha minden jól megy, akkor el tudunk írni. Ja, jól van, na. Közben nekem csak rá kellett frissíteni, mert valamire azt online. De nem igaz, akkor a magyar csapat már megvan. Akkor szerintem pillanatokon belül el is kezdhetjük a mérkőzést.
Én itt. Karika a második legtöbb gólt szerezte. Akkor jól emlékeztem, hogy nem ő volt a legtöbb találat szerzője igazából a magyar bajnokságban. 22 gólig jutott, 24-jel egyébként horvát lett az első a migránsok csapatából. Ezért az elég szép teljesítmény részé is. 7. helyen végzett a csapatban, azért gólt cím szerezni. Mindenképp egy remek teljesítmény. 5 percet kértek a svájciak, gondolom sem tudtak pontosan ideérni időre, és akkor nagyságrendileg 21 óra 45 perckor tehát elkezdődik majd a találkozó. Azért itt mindenképpen az indulásnál egy győzelem az nagyon sokat jelenthet, ugye? Már csak önbizalom szempontjából is, meg aztán nyilván figyelgetni kell, hogy kik azok a válogatottak, akik itt az első egy-néhány fordulóban esetleg győzelmeket tudnak aratni. Bár ugye ne felejtsük el, hogy júniusban rendezik majd meg a világbajnokságot, és ugye ez egy hosszú-hosszú sorozat, tehát azért itt 17 párharcot kell majd vívni, és annak ellenére, hogyha egy-egy mérkőzés nem úgy sikerül, ahogy ugye, mondjuk elvárna az ember, vagy ami a papírforma lehetne esetleg, nem történik igazából nagy galiban, mindössze 2 darab kieső csapat lesz. Tehát elsősorban úgy gondolom, hogy a részvétel lenne nagyon fontos, hogy ott legyünk a legjobb 16-ban, és akkor részt vessünk a világbajnokságon. Az, hogyha esetleg minél jobb helyezés sikerül elérni, és minél jobb kalapba várjuk majd a sorsolást, nyilván a VB-re, az természetesen azért jó, hogyha tényleg legjobbra törekszünk. Akkor nyilván rajzolódik az is majd, hogy kik lehetnek ellenfelek a későbbiekben. Ja. Ami az előszezonból igazából kirajzolódott, az talán az, hogy az algériaiak nem kicsit erősek, tehát mondjuk itthon egy 2-2-t el tudtunk ellenük érni, tehát azért nekem ezekből a meccsekből nagyjából az jön le, hogy tényleg szélsőséges teljesítményre képes a csapat, de tényleg a legjobbat is ki tudja magából hozni, és akár a legerősebb csapatokat is megtorongat. Vagy sem várom, hogy tudunk elérni. Ugye ne felejtsük el, hogy ez 11v11 lesz, tehát nem a megszokott 1v1, itt teljes csapat találnak ki, és azért maradjunk annyiba, hogy a koordináció még nehezebb, és közben én már látom is a kezdőcsapatot, már is mondom, a kapuban gangster lesz majd, a védelmünk úgy néz ki, hogy balról jobbra Norbert, Eger és Balika, a középpályánk szintén balról jobbra Kissasi, Badaland, Dóra Mohácsi 91 és Zoltán, és Torka lesz majd ugye a támadó középpályásunk, Karika és Pedro pedig majd két csatár, hogy ezzel a 11-jel állunk ki majd az első mérkőzésre, és azt se felejtsük el, hogy ugye itt most két mérkőzést fogunk vívni, úgyhogy hát ha az előszezonban igazából egyszer megvertük a svájciakat, akkor itt az idő, hogy igazság szerint most mind a két meccset behúz. Azt hiszem, hogy az egy remek kezdés lenne képpen. Azt nézem, hogy igazából szerintem a gólszerzéssel nem lesz problémánk, mert nem volt olyan meccsünk, ahol ne szereztünk volna gólt. Egyedül az egyik svájci elleni mérkőzésen, amikor kikaptunk 1-0-ra, illetve volt egy Magyarország-Egyiptom 0-0-ás találkozó. Az összes többin legalább egy találatot elértünk. És
több olyan meccs van, ahol nem álltunk egy gólnál. De szerintem ez nem is meglepetés, mert ugye Karikáról már beszéltem, hogy 22 találatig jutott, és ugye a most pályán, vagy pályára kifutó Pedro is igazából 16 gólt azért szerzett. És ő például asszisztban is eleskedik, tehát az is nagyon fontos, 13-at össze a szezon során. És ugye nem csak a találatok megszerzése nagyon fontos, hanem hogy minél több kiszolgáló játékosunk legyen, én úgy gondolom, mert akkor az jelenti, hogy többféle variáció is abszolút működőképes. Azt nézem még, hogy Poncsárpolis csapatában is van két eredménye, de ők nem tagjaiából a válogatottnak jelenleg. Egyébként a második szezonja majd a magyar bajnokságnak két osztályra lesz bontva. Fontos lesz majd az is, hogy ugye ott már tényleg működni fog a feljutás és a kiesés. PS4-en játszanak majd a srácok, ezt is fontos tudni, hiszen ugye FIFA-ban van PC, meg Xbox is még, de talán a legelterjedtebb, ugye. PlayStation. Na, közben, ha minden igaz, akkor bizony megtörténik a csoda. Mert elkezdődik a mérkőzés most már pillanatokon belül. Amit ti is láthattok. Húha, bennmaradt a kommentátor, de igazából ez szerintem nem jelent majd problémát. A lényeg, hogy a kezdő sípszó után Magyarország-Svájc világbajnok is elejtező mérkőzést lehet látni. Szerintem nem kell bemutatni a magyar szerelést, de azért elmondom. Piros-fehér-zöldben, tehát hazánk fiai, és tiszta fehérben pedig svájci 11. Horizon rakja ki oldalra. Akademars, nem volt jó a passz. Zoltán révén már indulhatunk. Badala. A kiugratás. Sajnos sikerült megtartani a labdát. Az előre ívett labda, és meg is tudja tartani. El Gringo pedig azonnal indított volna. Ez egy picit kockázatos az adás volt, és aztán igen, gangstert felrúgja Fenó. És azonnal adja is a sárga lapot a játékvezető. Azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy ez teljesen felesleges szabálytalanság volt. Úgy tűnik, hogy a játékvezető már a mérkőzés elején meg akarja fogni itt csapatokat, hogy nagyon agresszívoskodjanak. Fenó teszi tovább, és ott az üres ember, de csak most kapja el Gringo. Ú, de nagy passz volt sajnos. Fenó, aki előbb még a sárga lappal vetette észre magát, most sajnos egy góllal vezet, tehát a svájci válogatott. Egyébként mi vagyunk hazai pályán, tehát első meccsben mi vagyunk a pályaválasztók. Közben itt. Bácska, nem láttátok eddig a képet? Ez vajon miért történhetett? Hát azért elnézést kérek. Lövésem sincs, hogy miért nem volt kép. De a lényeg, hogy vezetnek 1-0-ra a svájciak.
Azt nem tudom, hogy tényleg miért nem volt kép, mert elvileg a kis reklám felület megment. Hát ezért óriási sorry, srácok. Ez az én felelősségem volt. Minden esetre most már látható a dolog, úgyhogy felség. Megint csak támadnak Fenor révén, aki távolról próbálkozik, de Gangster könnyedén hárítja. Picit lehiggadunk, ez mindenképp kell lenni fog karika. Csel az jó volt viszont utána, sajnos. Ladja, de megint próbálkozhatunk. Badala a jobb oldalon. Jön az ívelés. Szerintem... Igen, szöglet lesz, mert svájci játék. Tant ki a labda. Tehát a sarok rúgás, remek a fejes, de Stob Buffon sajnos a helyén volt. Bizony kivédte. Hát a 24. perc, most már nekünk is van egy nagy helyzetünk, és megint. Ez már gyengé fejes volt, és ezt maga biztosan fogja is a svájci kapus. Isaac belt egyet, de hát ezt sem Norbi kell, hogy legyen. Sikerül megtartani Pedrónak a labdát, remek a kiugratás, lesz a lövés, nem mert összezárnak, viszont nálunk marad Kisasi révén a labda. Nagyon jó az ívelés, de Stob Buffon megint beleér. Remekül véd a svájciak kapusa. Nézzük. Kisasi ível, ott a szöglet is megint lehúzza, középre ment. De azonnal megszerezzük a labdát, Badala. Bemegy középre, sokáig cipelte talán a labdát. Eléggé gyorsan tudnak a svájciak igazából ellentámadást vezetni. Karika pedig közben le sem van, szóval az látszik, hogy nekik is villámgyors támadóik vannak, és az építkezéssel nincs nagy baj. Fölívelik. Pont mi fejeljük oda. Amar Bakinak. Van lehetősége felhozni. El Gringo. Keményen odalépünk, de nincs szabálytalanság. Lefüleli Baki azt a labdát sajnos. El Gringo. Ő kemény a becsúszás. Hát igen, sajnos hátulról érkezett, szóval sételen volt, hogy a bíró ezt tovább engedje. Sikerült visszajuttatni Pedrohoz a labdát. És a jöhet bedobással. Jó nagyot fog ő hajítani. Eljut a címzettig. Sikerül lefejelni, és megint Stob Buffonnak kell óriásit védenie. Sokat nem szórakozott Dávid. Azonnal eldurrantotta. Tehát egyre nagyobbá válik ez a kapus. Ilyen bravúrok után. És maga biztosan jön ki. A hálóőr és lehúzza a labdát. Lassan eltelik egyébként az első félidő, 39. perc. Azt kell mondjam, hogy a gól óta abszolút uraljuk a mérkőzést. Tehát inkább a svájciak térfelén zajlik a játék, és nekünk vannak óriási lehetőségeink. Jön a beívelés megint csak, de nem volt jó a fejes. Kiszorították és visszafele kellett ugye mozognia. Gyönyörű volt Balikától a szerelés. Karika majd Pedro, remek a labda Dorkának, nincs elles ezek szerint. Csak nem tudta már jó helyre továbbítani, viszont természetesen a második hullámban érkezik Badala. Ez meg tuti biztos, hogy szintén szabálytalan. És megint sárga lappal jutalmazza a svájci játékost. Badala ível, ez is gyenge. Egyelőre levegőből vagyunk a legveszélyesebbek, de sajnos ez most igazából nem volt jó. Továbbra is 1-0 a svájciaknak. De próbál itt Stob Buffon egy néhány másodpercet nyerni a csapatának.
csak elvégzi a kirúgást. És sokat nem változott a játékképe, megint mindíthatjuk a következő támadást. Jó a passz sajnos. El Gringo. És elválasztjuk a labdától, és ebből indulhatunk, csak pontosabb labdák kellenek. De nagyon jól zár most a középpályánk, és ez nagyon fontos, így a háromtagú védelmen nincs akkora nyomás, bár Isaacék óriási labdát szereznek, Fenó pedig... Jól van, mellé ment. Egy pillanatra a labda ívéből, meg ahogy szállt a levegőben, megijedtem, hogy akár ez be is akadhat, de nem így történt. Hét lövésünk volt, és négy el is találta a kaput. Többet van nálunk a labda. Hát most már csak gólt kellene szerezni, ugye? Ez az egy, ami hibázik, igazság szerint. Hamarosan jön egyébként a második félidő. Mi rendben vagyunk a svájciaknál, lehet, hogy is megbeszélés szükségeltetik, mert ez tényleg az egy dolog, hogy lőttek egy gólt, de azon túl nem sok mindent csináltak. Ez is persze nyilván góra játszák a meccset, tehát ők konkrétan előre teljesen rendben vannak. Mi kezdtünk, gyorsan el is adjuk a labdát, sajnos, de visszaszerezzük. Középpálya abszolút mozgatórugója egyenlőre. Luka. Előre jól keverget ott a szélen, de eladja. Aztán már Norbi indít. Jól látta meg Karikát. Szélen a futó a társát próbálta megjátszani. Nem sok sikerrel, de azonnal. Tehát nem igazán hagyjuk, hogy a svájciak sokat dédelgessék a labdát, és azt hiszem, hogy ez kell. Ez a fajta agresszivitás, ami nekünk a mérkőzésben sokat jelenthet. Egy kis időhúzás. Jön is a fütty. Koncert. Hát valóban próbálják azért mindig kihasználni azt, hogy néhány extra másodpercet nyerjenek. Erre is figyelni kell, és ezért is lesz egyre nehezebb majd ez a mérkőzés. Ezt sem fogják elsietni. Így van. Svájcnak teljesen jó ez az 1-0 egyenlőre. Jön egy hatalmas bedobás, Norbi szépen megoldja, és azonnal küldjük is előre. Talán futott a játékos. Egészen hátra a kapusig. Mintha esze ágába se nagyon lenne támadni a svájciaknak egyenlőre. És ez is az övéké. Luka, biztos vagyok benne, hogy eljátsszák. Így van, eljátsszák. Jön Baki, és ő fog dobni. Norbi, egyelőre ő nagyon biztos pontja a védelemnek, de mire ezt kimondom? Sajnos eladja. Kérdés az, hogy mennyire kezdünk majd el izgulni, ahogy telik az idő, és egyre kevesebb lesz majd belőle. Mert a svájciak látszólag nagyjából a tervüket nekem úgy tűnik, hogy megvalósították. Gólt szereztek, de várjuk meg. Hogy mi lesz ebből? Hát azt el kéne ott hoznunk! Ne lőjön! Már jól van! Sikerült a lövésébe beleállni, de még mindig a svájciaknál a labda. És sikerül terelni a Dávidnak. De megint jöhet a bedobás, most viszont mi végezhetjük el. Hát végül is nálunk marad. Remek. Karika. Kiugrása, és aztán a passz az már nem jó. Betűtött még Pedro, de esélye nem volt, hogy elérjen. Stobuffon jól jött ki a kapujából, aztán és kifele a mezőnybe. De egy remek indítás, ott lehet Dorkától egy lövés, passz után gól! Karika révén megvan az egyenlítés! Helyes, jól van! Lecsaptunk, mint egy vércse. Arra az eladott svájci labdára, és most már nem könyörültünk rajtuk. Megvan tehát az egyenlítés.
Bent kell tartani ezt a nyomást, és be kell húzni innentől kezdve. Vigyázni, ki kell jönni a kapusnak, nem hiszem el. Alig egy perc egyenlítünk, és a svájciak meg. Nem ők lövik a gólt, hanem mi hozzuk. Mi szerencsétlenkedjük össze. Hát igazából ezen a meccsen magunkat kell megvernünk, az egyszer biztos. És ott a következő óriási labda, Fenó, nagyot véd gangster, meccsben maradunk. Na most jól jött, mondjuk előbb nem nagyon tehetett róla, mert tényleg, tehát az, hogy ott a védők mit műveltek. Fenó, Lukának teszi tovább, de mehetünk előre. Dávid adja Pedrónak, hát ez a becsúszás, ez remek volt. 69. perc, megint kezdhetjük előről. Amiért eddig dolgoztunk. Nagy bedobás, kár volt, Luka már is tudja indítani a társát. Hűha, nem is biztos, hogy nagyon előre akarnak jönni. Most egy ívelés, de hát ez senkinek. Legalábbis Svájci nem tartózkodott. Norbi, talán egy picit, hogyha laposabban próbálnánk megjátszani. Karika, ott van teljesen szabadon, jobb oldalon, Badala. Jön a beadás, viszont nem tud fejelni senki közülünk. Még mindig a levegőbe a labda. El tudnánk hozni, majdnem, kivágják. De marad nálunk, Isasi. Középre Zollinak. Félen Badala várta, de elhozzák most a svájciak. És jön a hajrá. Az utolsó negyed óra. Nézzük. Norbi megoldja, jól van. Mint hogyha les lett volna, de néma a bíró sípja, Luka pedig szögletre menti. És az a baj, hogy ezekkel nagyon sok időt nyernek amúgy. Biztos, hogy nem fogják gyorsan elvégezni. És amúgy is a pontrúgásra különösen oda kell figyelnünk. Mégiscsak beíveli el Gringo, de most sikerül tisztáznunk. Az utolsó 10 perc. Ma már láttunk egy hosszabbításos gólt a Magyar Kupa döntőjén. Na most kéne ez is, Karikától például. De könnyen jut el Fenó az a labda, aki megtartja, és ezzel nagyon nagy szolgálatot tesz a hazájának. De Mars viszont eladja, Norvi. Ja, jól lépett ki a védelemből. Na nézzük. Isasi, nagy labda, de végül összezárnak Pedro előtt, aki még azért egy picit mindig ment. Dávid becsúszása után. Nincs szabálytalanság, hanem nekünk jön bedobás. Talán jöhet egy ívelés, így van. Le kéne venni, aztán kapura lőni, de nem így. Aj, de gyenge volt ez. Nem volt benne már erő. És még így is veszélyessé vált. Mohácsi tovább, aztán Kiszaszi, Pedro ível, senkinek. Nem feltétlenül okos ötlet ez, hogy csak az ívelésekkel próbálkozunk. Talán picibe jobb lenne megjátszani, most viszont figyelni. Luka veszi észre, ugye, Komárszt, Pón, ő meg tartja, és aztán durrant egy nagyot, de mellé száll. És megint jöhetnek svájciak. Luka fog ívelni. Gangster jön és üti ki. Nem, Dávid veszíti el. És most már a hosszabbításban vagyunk. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy mennyire bal szerencsés a magyar válogatott, de hát azt összehozták. Nincs mit szépíteni, azt ott összeszerencsétlenkedték ott azt a második gólt. Pedro, ez most egy nagy labda, Kiszaszi kapura törhet, egyelőre nincs védője, be tudja adni, mellé, Karika! Az utolsó utáni pillanatban megvolt a lehetőségünk
az egyenlítésre, de Svájc elhozza az első meccsen a győzelmet. Egyelőre 2-1 a svájciaknak, hamarosan folytatódik az összecsapás. Mindenképp tartsatok velem, mert az igaz izgalmak csak most kezdődnek. We'll be right back.
És akkor jöjjön tehát a második mérkőzés. Ugye 2-1-es összesítés van egyelőre. És a svájciaknak kedvez. Természetesen fehérben Svájc, piros, fehér, zöldben pedig a magyar válogatott. Úgyhogy nézzük is a támadásukat. Egernek kellett igazából szerelnie. És ha jól látom, amúgy akkor történt csere a védelemben, mert Eger az előző meccsen nem játszott. Minden esetre Luka át tudja venni, viszont a védelem most a helyén volt. Eger Mohácsit tökteti, majd tovább Dávid, és már Pedrónál a labda, egyedül karika bent a 16-oson belül, cselt választ, majd pedig visszateszi. De Dávid nem tudott belőle gólt szerezni, helyén volt Stobuffon. Norbi jön előre. Dávid kapta a labdát, csak igazából kicsit mögé, és már így svájciak törhetnek előre, ez óriási labda ugye, de Marsnak. Binder pedig szépen elszedi. Binder Szirian egyébként volt NB1-es labdarúgónak a fia, szóval van egy híresség is közöttünk. Karika közben már jobb oldalon be tudja adni Pedrónak a 16-oson belülre. Talán, hogyha a második hullámba érkező, de megvan a gól! Ha Dávid lövi el, ezt akartam mondani! Vezetünk! Na így mindjárt másabb a játékképe. Az első még elakadt a védelembe, de Dávidra már senki nem tudott figyelni. Vezette át a magyar válogatott, nekünk is megvan az idegenbeli nagyon fontos gól, és most nálunk az előny. Le kell higgadni egyébként, mert azért az eufória sem szabad, hogy teljesen áthassa a játékosokat. De már Badala révén újra támadunk! Karika, jó volt a csel, de kapura már nem tudta tenni fölé. Egy nulla tehát az első negyed órát követően. És azonnal megy is előre a labda. Orizio, be Gringo. Belelépünk, de belelépünk. Norbi. Ő nagyon biztos pontja a védelemnek. Mohácsi. Passzival játszanak, de sajnos kivezeti a labdát. És aztán játnak a svájciak. Most nem hiszem, hogy nagyon sokáig szórakoznának a bedobás elvégzésével. Így is van. Hatalmas bedobás, amit könnyen hatástalanítunk, sőt, igazából jöhetünk is előre. Hát mondjuk talán jobban is meg lehetett volna játszani azt a labdát. Minden esetre egy újabb svájci bedobás. Luka. Anbaki. Egy kis trükközés. Remekül sikerül megállítani megint a svájciak támadását. Most egy picit ott a jobb oldalon. Elragad a labda. Na nézzük, Baki. Szerintem és egy hatalmas bedobást választ. Így van egészen be a 16-oson belülre. Jönnie kell Bindernek, és így kell igen egy kapusnak a saját 16-osán belül cselekednie. Ő az úr. Nagyon-nagyon hosszú, sajnos. Egy Baki. Én keresztlabda viszont zsiráfon. Állandol végül. Továbbra is azt tartom, hogy a földön jobban tudunk játszani, mint a levegőben. Kőkemény becsúszás. Nézzük csak. Norbert egy picit nem maradt. Na azért bízom benne, hogy nem igazán sérült meg a játékosa, mert a cserét azt nem lehet megoldani sajnos. Jön majd az ívelés. Ez eléggé nagy labda, még bele tudunk fejelni, aztán Norbinak kell megoldani, hát végül is sikerül szögletre tisztáznia. Igen. Kis szöglet. Fenom adja be, Binder ezt is lehúzza. Remekül véd, ugye, kapuscsere is volt. Gangstert váltotta amúgy.
egy újabb svájci pardobás. Most kicsit töredezett a játék amúgy. Bedobások. Szabálytalanságok utáni. Főhúzás ugye. Tördelődik tehát a játék. Hátulról kőkemény szerelés volt. De Marstól. Luka Gringo. Ők is tudnak ám gyorsan játszani. De az utolsó passz az most nem működött. Ácsi elhozza. És utána ad egy jó labdát, csak most Sassi melléről megint kipattan, és egy újabb bedobás lesz majd. Aki végzi ezt is el. Nem igazán van ötletük amúgy a svájciaknak, nekem azt tűnik fel. És ez megint igazából simán nálunk landol. Csak jobban kell figyelni ezeknél a passzoknál, viszont Insó jól hozza el, de megint pontatlan. Ezekre kellene figyelni, mert második gól fontos lenne. Csak hogy mi is megnyugodjunk, ők is megnyugodjanak, meg hogy összesítettben is jobban álljunk. Érti, több pozíciót változtattunk amúgy. Tovább pattan, de... telefonon megoldotta. Hát ha más nem, akkor tisztázni kell. Nem kell itt igazából cifrázni. Ha nincs más, akkor oldalon a túlra kell juttatni a labdát. Szépen só el tudja hozni a labdát, és aztán az indítás is jó, csak Pedrót igazából szerelték. Kasék nagyon agresszívak. Függetlenül Rorizék megoldják? Előre úgy tűnik, hogy hát csak néhány másodpercig sikerült végül maguknál tartani azt a labdát. Karika megharcol azért a labdáért, most már ketten rajtott, de még mindig megtartja. Jön a beadás és Pedro fölé fejel! Jaj, de kevesen múlott! Szépen kibújt a védője mellől. De hát nem sikerült eltalálni a kaput. Minden esetre egy tovább. Benom nagyon rossz labdát ad, vagy inkább nekünk jót, Badala. Nem tudunk élni. Talán itt is megindulhattunk volna. A zsirafóna is remekül lép ki a védelemből. Aztán Benom egészen hátul a csatárjátékos. Dolgozik ő mindenhol. Ez viszont óriási labda volt Lukának, aki... meg is megtartottad, aztán a csapattársai gondoskodtak arról, hogy nagyon menjen tovább a támadás. Karika meg tud lépni. Az első csej jó, csak vissza kellett fordulnia, és így nagyon nagy ütemet veszített a támadás. Nem bízott abba, hogy igazából sikerülhet neki a csel. Norbi, na most nem kellene bizonytalankodni. Vágjuk inkább ki, jól van. És még nem is csak, hogy egy szimpla kivágásról volt, szóval pontos volt a labda, csak Isaac nagyon szemfülesen vette észre, aztán Fennopnak a sarkán megpattan a labda, így a svájcit, egy svájci akadályozta most. Itt pedig az első félidő már is elszállt, 1-0. 2-2 kaput eltaláló lövés volt. 1-0-ra vezettük. Nagyon szoros amúgy ez a mérkőzés is. Az előző. Igazából összesítettben még a svájciak mindig jobbak, mert ők 2 találatot szereztek ugye idegenben. Egyelőre csak egyet. Szóval, hogyha lőnénk még egyet, akkor összesítettben is 3-2, meg lenne a két idegenbeli gólunk. Letelt a szünet, és akkor nézzük az utolsó félidőt mai este folyamán. Továbbra is 1-0 a magyar válogatottnak. Horizon fordulgat. Térül fordul, aztán... hoppácska! Hoppácska! Kiesett egy játékosuk? Kidobta őket, azt a mindenségit. Na most ilyenkor mi van? Svájc kirepült éterből, az online éterből.
Mindjárt szerzek némi információt, hogy mi a helyzet. Kiderül. No, hát akkor mindjárt jön egy új mérkőzés, és akkor a második félidőt fogják lejátszani majd a srácok. Úgyhogy még azért nem úsztuk meg, hogy kapunk egy default wind. Természetesen jobban állunk. Hanem bizony le kell játszani azt a második félidőt, úgyhogy pillanatokon belül rendeződik majd a helyzet. És remélhetőleg nem lesz majd igazából még ilyen probléma, és nem lehet majd semmire fogni, hogy a magyar válogatott. Svájcer. Hát kőkemény második félidő lesz, az egyszer biztos. Mert az az 1-0 az igazából soványka vezetés. De karikáikban benne van az erő. Remekül játszik. Úgyhogy most elkél tényleg majd a szurkolás mindenkitől. Jó látni amúgy, hogy igazából ennyien érdeklődtök a foci, meg a magyar foci iránt, még akkor is, hogyha ez ugye a virtuális része. Itt azért egy kis sikert el kellene érni. Szombati találkozó Lisszabonban ugye az számunkra nem igazán volt örvendetes. Itt másabb volt a képe, mint belezelőtt Lyonban. Tehát a csapat, hogy szerintem svájciak is hamarosan visszatérnek, és akkor folytatódhat majd a találkozó. Egyébként nem szabad elfelejteni, hogy lesz majd a magyar bajnokságnak egy második szezonja. És mondjuk az egy nagy kérdés, hogy esetleg akartok-e egyébként mondjuk heti rendszerességű a közvetítést. Mondjuk így megkérdezem tőletek, hogy mit szólnátok, hogyha a bajnokságról lenne igazából adás, és akkor fordulóról fordulóra megmutatnánk néhány mérkőzés nektek. Ez mennyire tetszene a közönségnek. Csak hogy egy kicsit népszerűsítsük ugye a FIFA-t. Mert hogyha igen, akkor természetesen megpróbáljuk megoldani. Menjen a liga. Mihez lesz pontosabb információ a szezon 2-ről, akkor természetesen desport1.hu oldalára kikerül, akkor nyilvánvalóan ti is értesülhettek róla, hogy mikor lehet látni majd, és mely meccseket. Két divízióra lesznek majd osztva a csapatok, tehát föl lehet jutni, ki lehet esni, jobbnál jobb csapatok, jobbnál jobb játékosok, szebbnél szebb gólok, óriásibbnál óriásibb játékok. Na hát egyelőre, aha, jól van. Okay. Csak hogy közben tuti biztos legyek. Van adás, inkább előbb benyomom most már. Szóval Svájc visszatért. És akkor egyetlen egy fél időt még játszunk, srácok. Ez biztos, ami biztos. Van egy 1-0-ás előnyünk, azért azt ne felejtsük el. Svájciak nem sokat teketóriáztak a középkezdés után, azonnal támadást indítottak ott középen. És újra övé ki a labda. Isaac-et választják el a labdától, csak az a baj, hogy szabálytalanul.
Borizó gyorsan elvégzi, Luka pedig betör a 16-osunkra, fölé fejjel Fenó. Hú, mekkora szerencsénk volt. Teljesen egyedül volt ott az ötösnél. Hát itt most megköszönhetjük neki, hogy nem egyenlített azon nyomban. Les volt közben. Megúsztuk tehát az első nagyobb svájci lehetőséget. Fenó átveszi, és még mindig náluk a labda, de Mars már nem tudott kapura lőni. GM. És az egy nagyon-nagyon rossz passz volt. Közben egy újabb lesz sajnos. Nehezen fújta be a játékvezető, de végül megtette. Nekünk is kellene még egy gól. Az a 0-0 ne zavarjon meg senkit, 1-0-ra vezetünk, ugye az előbb kiestek a svájciak a játékból. Tehát most már Lukáék megint. Kőkemény volt egyébként Kisasinak a szerelése. Csak aztán az indítása, az már kevésbé volt jó. De a Lukáék már megint rohamozhatják a kapunkat. És biztos vagyok benne, hogy fel is pörögnek. És mindent meg fognak tenni a győzelemért. Nekik az X is egyébként nagyszerű eredmény lenne, ugyanis az előző mérkőzést 2-1-re megnyerték. Nagyon rossz bedobás, számunkra viszont annál jobb, csak az a probléma, hogy gyorsan visszaszerezték, és már meglódul Baki. Jön a beívelés, Eger, hát ott idegvérrel oldotta meg ezt a szituációt. Közben már Pedro, itt szerelnek, és igen, jöhetnek is, viszont ők is elkapkodják. Indítás ez megint csak nekünk kedvez. Orbi. Még egy cselt is bevet. Sővel próbálta oda varázsolni Pedro elé a labdát, de nem volt jó. Na most megy a lábtengózás. Egyik térfélre átívelik, aztán a másikra. Binder rúgja ki közben. Ilyen, majd Demars, Arika. De jó lett volna, hogyha sikerül a passza. El Gringo. Próbálnak laposan és gyorsan játszani a svájciak, de csak addig, míg Egerék közben nem szólnak. Adala. Az ívelést választja. És így sajnos a fehérmezesek szövögethetik újabb tervüket, hogy is szeretnének kezdeni a labdával. Remek indítás, viszont Luka nem igazán vette át jól ezzel, meg is akad most a támadásuk, viszont még mindig jöhetnek ott jobb oldalt, de visszazár a magyar középpálya, és megoldják. Jöhet majd a bedobás. Bár Storka pálya szélén, öltönyben, és nyilván adja majd az utasításokat. El Gringo, és aztán Norbi, nem fent a félpályánál. Hatalmas bedobás megint, Deger. Igen, csak stabilitást hozott a védelembe, azt kell mondjam. Badala jó játszik Karikával, és ott a les. Sajnos. Ezért is lőtt el amúgy, mert konkrétan megindulhatott volna. Ez annyira kevesen múlt most. Ez tényleg szerintem csak néhány milliméter, hogy előrébb volt. Viszont ennyire üresen Fenót nem kéne hagyni. Jézus, mekkora lövés. Megint nagyon furcsa volt a labda íve. Ha ez beakadt volna, akkor... Inkább nem is folytatom ezt a mondatot. Elkerülte a kaput. Ez a fontos. Orbi oldalt vált. Még a fejes is jó utána. Remek indítás, Karika ki tud lépni, inkább elviszi Dávid előle, eléri-e vajon Pedro? Ott a labda még, de... Csak addig-addig szerencsétlenkednek a svájciak is, meg már közben Les is.
Minden esetre azért mi is megmutatjuk ám, hogy nem lehetnek hátul sem könnyelműek svájciak. Azért Benoit bizony rántott egyet a magyar védőn. Ez pedig nem jó, ez az ívelés. Hát robog badala, de érhette el. Ez megint egy jó észrevétel Luka felé. Folyamatosan el tudott jönni azon az oldalon, ez pedig szabálytalan. Hát igen, a labdának már nem sok köze volt. Két játékos, az jön a sárga lap. Egerszegi László kapta, tehát gyorsan elkönyveli a bíró, aztán jöhetnek is az íveléssel, majdnem egy szöglettel ér föl egyébként ez a szabadrúgás. De Mars, uha, sikerül tovább fejelni. Binder, Cyprian pedig megint a helyén van. Jöhet majd a bedobás. 10 perc maradt amúgy. Nagyon kellene még egy gól. Nagyon kellene még egy gól. Mert ez az 1-0 egyelőre azt jelenti, hogy az összesítésben a svájciak jobbak. Az előző meccses 2-1 után. Na, csak elvégezzük a bedobást. Nehéz volt, de meg lett. Nem sikerül eljuttatni Karikához. Mint hogyha ebben a újra hoztott meccsben nagyon rossz labda! Pedro kiléphet! Ott a passz utáni gól! Megvan a második! Karika a találat szerzője! Terült égből villámcsapásként megszerezzük a második gólunkat, és így már összesítésben jobban állunk. Baromi rossz labdát adott a svájci szélső játékos, de hát köszönjük szépen! Mennyit fizethettek neki? Na jó viccelek, de óriási! Most kell figyelni! Megvan! Jól van! Úristen, megint milyen gólt kaphattunk volna! Hát itt nem tudom, egy doboz szanaxot lassan már beveszel, ki kell fejelni, úgy van. Jöhetünk előre, kiszaszi. És aztán ott van az indítás, nem jó. Közben már El Gringo megtartja. Még egy embert elfektet Lukán, rá nagyon figyelni. Eger megoldja. Szépen ki kell ívelni, sőt aztán mehetünk támadni is. Kisasi, kőkemény volt a svájci védő annyira, hogy ez bizony szabálytalanságot ért. Nézzük majd a szabadrúgást. Így a mérkőzés végére egy csattanó. Jön a fejes, Slobuffonnak kell. Vagy Slobutton? Buffon. Lehet, hogy elnéztem a betűt, és nem T, hanem L. Meccs végére azért csak sikerül elolvasnom. Jön a szöglet tehát. Most nincs azonban fejes, de még lehet ismételni. Kisasi, inkább laposan, laposan választásra. Dávid lő. Igen, a Slobuffon. Vagy Button? Nem mindegy. Ezen már nem fogok összeveszni magammal. Lassan véget ér. Sporjónak a szájában van már a síp. De még ezt az ívelést engedélyezi. Csak hogy éppen eséggel ez les volt. 2-0 a második meccsen idegenben. És így összesítésben egyelőre úgy tűnik. Nem úgy tűnik, hanem tuti biztos. Megverjük Svájcot 3-2-re. Kérem szépen. Megvan tehát az első világbajnok és elejtező mérkőzésen a hőnáhított győzelem. Úgyhogy, hát nem akármilyen mérkőzés volt ez. Így összességében azt kell, hogy mondjam, de hát jár a taps a srácoknak. Az biztos. Karika pedig a maga
két találatával. Hát a mérkőzés egyik legjobbja volt. A lényeg, hogy örülök, hogy velem tartottatok. Természetesen ez már nem számít. Gyorsan le is cserélem, igazából itt a képet a végére. Itt pedig lehet látni a végeredményt. Egy 2-1-es vereség után 1-2-0 sikerült összehoznunk. Kellett hozzá a svájciak hatató segítsége, de ez nem volt le semmit a magyar csapat érdemeiből. Egyelőre ez volt tehát a mai közvetítés sorozat. Volt egy magyar kupa, döntünk. Ott 2-1-re egy igazán drámai befejezéssel a New Hungary megverte ugyebár Juve Real Hun csapatát, és ezzel elhódította a második trófáját is. És ami talán még fontosabb, hogy a magyar válogatott FVP a világbajnoki selejtező sorozat első mérkőzésén 2-1-es vereséget, követően 2-0-ra nyert Svájc ellen. Én megköszönöm, hogy ennyien itt voltatok, remélem élvezhető volt, én Tézeusz voltam, kövessétek az esport1.hu oldalát, és akkor ott minden esporttal és FIFA-val kapcsolatos hírt megtaláltok, és hogyha ennyien szeretnétek, akkor természetesen összehozzuk, hogy a magyar bajnokságot is lehessen majd látni fordulóról fordulóra, illetve természetesen a következő világbajnoki mérkőzéseket is adjuk majd. Úgyhogy én Tézeusz voltam, ha tetszett, akkor nyomjatok egy followot a csatornára, vagy esetleg keressetek meg Tézeusz de Caster néven Facebookon. Nektek csak egy kattintás, nekem viszont óriási öröm. Szóval, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. További gólokban gazdag estét kívánok. Szevasztok!